Egy utazásra hívom önöket. Kérem, helyezkedjenek el kényelmesen, és csukják be a szemüket. Képzeljék, hogy egy pálmafákkal teli, csodálatos tengerparton vannak. A napsugarai megcsillannak a fodrozódó hullámokon. A kéklő vizen egy kis hajóban ülünk, és elindulunk az egészség és szépség birodalmába. Kérem, tartsanak velünk, nyissák ki jól a szemüket és a fülüket. Utunkat a Nagykanizsai Túri György Múzeum néprajzi raktárában kezdjük, ahol Kardos Ferenc néprajzkutató könyvtárost kérdezném a húsvéti tojásról és a hozzá kapcsolódó népszokásokról. A húsvéti tojás, általában a tojás az egyik legősibb szimbolika a világ néphagyományaiban, így a keresztényben is. A keresztény tradíció két olyan legendát ismer, amelyik a tojáson kapcsolatos. Az egyik szerint Szűz Mária, mikor Pilátushoz ment, hogy megnézze, mi is van fiával Jézussal, és megpróbálja kiváltani. Hát nem sok sikerrel járt, de egy csomó tojást vitt az ölébe, hüveket, termést, mást is. És mikor kilőtték a katonák a Pilátus udvarából, akkor szétszoroltak a tojások, és tulajdonképpen a legenda azt mondja, hogy azóta jelkép, azóta van a húsvéti tojás a világ kereszténységének hagyományában. Tulajdonképpen már 12. század óta szent elmény a tojás, tehát szent étele a húsvéti ételrendnek, az egyház is így tekinti, de magát a tojást abban a formájában, ahogy ma húsvéti tojásként ismerjük, tehát festetten, rajzoltan, mintázottan a 17. század végéről tudjuk adatolni, tulajdonképpen úri szokás után alakult ki, hogy festik a tojást. A minták tulajdonképpen az 1700-as évek végétől kezdenek megjelenni a tojásokon, méghozzá valami olyan sorrendet fel lehet állítani, hogy először a geometrai minták, utána megjelennek az egyszerű virágminták, növényminták, majd utána ezek kombináció jelenik meg, és a többszínű tojás, a többszínű mintájú tojás, az már későbbi fejlemény. Mutatok is itt egyet, nem tudom, jól látszik-e, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a tojás történet legrégebbi korára emlékeztet, ez pedig a legújabbra. A tojás színekről azt lehet mondani, hogy általában Zalában, de általában is a múlt században a piros tojás volt, hiszen az egyház is a piros tojást, illetve a piros színt, ami ugye a feltámadás színe, a vérszíne, az életszíne, Jézus Krisztus színe, és egyben tartotta fontosnak, és csak később polgári hatásra alakult ki az a szokás, hogy a tojást festették más színűre. De például ilyen különlegesség, mint ez a zöld színű tojás, ez nem nagyon fordult elő, ez egy ilyen egyedi dolog. Mintákról még annyit, hogy általában növényi minták vannak, ilyen például ez a fenyőfa, fenyőágas díszítés, ugye ezt elég könnyű volt, vagy egyszerű, olyan geometriai mintákat, amik megvoltak a paraszti életvitelben más módon is. Például ez az, amit a szakirodalom dobkötélnek ismer, de ha a kantárt valaki látott, akkor arra is emlékeztet, tehát egy ilyen csillag alakú, egyszerű mintázat. Mit is jelent a tojás a ma néphagyományában, és mit jelentett a régiben? Ha ezt összehasonlítanak, akkor azt mondhatjuk, hogy a ma néphagyománya a húsvétot, és azon belül is a tojással való szokásokat őrizte meg legéppebb formában a régi korokhoz képest, hiszen ma is a tojás az fő ajándékozási tárgy, ma is szent étel, tehát a hús, a szentelt hús, a torma és a szentelt kenyér mellett a szent tojás az, amit minden keresztény, illetve minden a hagyományhoz kötődő család fogyaszt, és tulajdonképpen csak az a része veszett el ennek a tojás kultúrának, ami a párválasztással kapcsolatos, mert ugye ez egy jegyajándék is volt annak idején, illetve Észak-Zalában, Veszprémben, Vas megyében ismert volt, hogy a lányok komázáskor, tehát amikor barátod választottak egymásnak, ezzel tették, tehát egymásnak tojást adtak azok, akik barátnak választották egymást. Történeti szempontból is a legutolsó fejlemény az, amikor a tojás és a nyúl találkozik. Hát a nyúl az szintén a termékenység jelképe, és a germán területről került át, mint ilyenként Magyarországra a 19. század folyamán,
És tulajdonképpen még a századunk 20-as éveiben sem ismerték azt, hogy a nyúl tolja a tojást, hanem majd csak a 30-as évek elejétől kezd nagyobb arányban elterjedni ez a szokás, már hogy párosítják a nyulat és a tojást. Itt látszik az, hogy amikor elvesztette a tojás azt az eredeti termékenységvarázsló jelentését, már nem annyira köztudott ez, akkor kapott egy megerősítést a nyúl formájában. Az imént megismerkedhettünk a gyönyörű szép hímes tojásokkal és a hozzá kapcsolódó népszokásokkal. Most pedig az húsvéti étkekről kérdezném Nitt Ferenc főszakácsot. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Mi főleg tehát húsvéti ünnep alkalomból többféle húslevest készítünk, vagy különböző másféle leveseket, de a húsvéti ünnepnek a legismertebb levese a húsleves, amely készülhet szárnyas félékből, vagy marha húsféléből. Mi általában tyúkból készítjük a húslevest, megfőtt, abból készítettünk egy húsgombócot, amely menta fűszerrel készül. Ez egy újfajta fűszerünk, ami a húslevesnek és a gombócnak is egy nagyon jó ízt ad. Főfogásként legfőképpen a bárányhúst ajánlanám, de ez mellett még a szárnyasokból a csirkét sokféleképpen lehet elkészíteni. Én ajánlanám ezt a menüt, ami bárányérmék tárkonyos fehérbor mártásban és egy zöldséges vajas rétes körítéssel adnám, ami úgy készül, hogy bárány színhúsból, főként comb vagy csontozott karajból, egy ilyen békönszalonával betekerve, spékelve, és ezt fűszerezzük előtte nap, ezt már jó kicsit pácolni, tehát minél jobban átérjen a húsunk. Ezt tehát húsvéti nap ebédre vagy vacsorára, amikor tetszene készíteni, elősütjük, majd utána pároljuk kicsit, a visszamaradt szavból készítünk egy úgynevezett tárkonyos fehérbor mártást, ami pedig úgy készül, hogy felöntjük fehérborral, ez jobb inkább egy száraz fehérbor, tárkony levelet teszünk bele, és a végén pedig habarjuk tejszínnel. A vajas rétesünk pedig úgy készül, hogy háziasszonyoknak főleg ajánlom a kész alapot, tehát a mirelitet, mirelit vajas tésztát. Az előírás mód szerint elkészítjük, kinyújtjuk, majd egy sima főtt burgonyából készül a körete, vagyis a tölteléke, amit összetörünk, egy kis mexikói keverékkel, zöld keveréket teszünk bele, plusz egy kis tojás, fűszerek, nagyon finom ebbe a szerecsendió, őrölt szerecsendió fűszerkeverék, és utána fölhajtjuk az egészet, és jó forró sütőbe, előmelegített sütőbe pedig közép melegen utána sütjük körülbelül egy fél órát. Ehhez a bárányféle ételünkhöz egy erősebb, tehát testesebb fehérbort ajánlok, ami egy chardonnay jellegű bor, mivel hogy a bárány is egy kicsit erősebb jellegzetes hús, és ezáltal az dominál hozzá. Az ételsorunkat egy desszerttel zárjuk, ami eperhabot készítettem, és ezt azért is ajánlanám, mert ez egy könnyebb, lágyabb desszertként szerepel, ami pedig nagyon egyszerűen készül. Vanília pudingból hozzá egy kis, tehát eper turmixolva, ezt lehűtjük, és a végén tálaljuk, díszítjük kis tejszínhabbal. Köszönöm szépen, jó idejét kívánok! Megismerkedtünk a húsvéti étel specialitásokkal. Most arról faggatom Pintér Jenőné dietetikust, hogy mire ügyeljünk az ünnepek alatt a táplálkozásunkkal. Ahogy az életünk más területein is, ugye az evés-ivás területén is gyakran esünk túlzásokba, különösen egy-egy ilyen nagyobb ünnep alkalmával. Házi asszonyok szeretnek kitenni magukért, több és különféle ételféleségeket, süteményeket készítenek, amit természetesen el is fogyasztunk. Ez persze az egészséges szervezet
szervezetünkre és az emésztőrendszerünkre is nagy terhet ró. A húsvéti étel a húsvéti sonka, füstölt sonka, széles zsír réteggel körülvéve, és emellé főtt tojás. Ez az emésztőrendszeri betegségekben és magas koleszterin szint esetén nem javasolt, ezért azt tudnám tanácsolni, hogy az asztalra még emellé kerüljön olyan sonkaféle, amely nem füstölt, nem zsíros, könnyen emészhető, ilyen például a gépsonka, vagy ilyen sonka jellegű felvágottak, baromfi felvágottak. Ebédre a húsok között szerepeljenek még olyan húsféleségek is, amelyek könnyen emészhetőek, nem zsírosak, akár párolt húsok, vagy grillezett húsok formájában, úgy elkészítve, hogy az minél kevesebb zsiradékot tartalmazzon. A keretek között szerepeljenek a zöldségfélékből készült ételek, akár párolt zöldség, vagy töltött zöldség, rakott ételek, vagy saláták formájában. Ezután szokott következni a habatortán. Nagyon jó lenne, ha ilyenkor sem feledkeznénk meg a gyümölcsökről, akár gyümölcsös sütemények, vagy gyümölcssaláták, vagy naturasztali gyümölcs formájában. Utoljára, de nem utolsó sorban beszélnünk kellene az ivásról is. Természetesen az ebédhez elfogyasztott húsok mellé pasztoló borok vagy egyéb más italok megfelelő mennyiségben és mértékben való fogyasztása ajánlott, sőt, még kedvező is lehet az emésztés szempontjából. Húsvét hétfői szokása locsolkodás, általában gyerekek, fiatalkorúak mennek locsolni. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ne alkoholos itallal kínálják őket. Én azt hiszem, hogy a gyerekek egy-két piros tojásnak, vagy más jellegű kisebb édességnek, vagy más jellegű fizetségnek is nagyon tudnak örülni. Hát bízom benne, hogy mindenki számára tudtam valamilyen tanáccsal szolgálni, és ennek reményében kívánok kellemes húsvéti ünnepeket. A Szépség Birodalmában tett kalandozásunkat talán kezdjük a divattal. Az aktuális trendekről kérdezném Pintérné Hervai Borbála üzletasszonyt. Az idei tavaszi divatban mindenképpen az új színek megjelenése hozta a legnagyobb változást. Újra divatba jöttek a lilák, a pinkek, a kivik, a sárgák. A legeslegnagyobb újdonság mindenképpen a fiatalok divatjában a hippi divat, ami a farmer szoknyák, farmer nadrágok, hímzések, virágminták, különböző díszítéseknek a megjelenését hozta, elsősorban a farmer ruházatokon. Változatlanul nagyon divatosak az elasztikus anyagokból készült nadrágok, szoknyák, felsők. És ami a másik újdonság, az a szoknyadivatban a tér középig érő hosszúság és a bokáig érő elsősorban trapézvonalú szoknyavonalak. Az idősebbek középkorosztály divatjában változatlanul az elegánsabb, kicsit visszafogottabb színek és fazonok a jellemzőek. A kötött áru változatlanul nagyon divatos, rövidújú, hosszúújú kardigánokat, pulóvereket, az már említett divatszínekben tartunk. Mindenképpen a lila és a pinkeknek a viselését ajánlom kortól függetlenül. A nadrágok divatjában is történt változás. A tavalyi nyár meghatározó divatját, a halásznadrágot most fölváltja a 7/8-ados, a lábszár középig érő hosszúság, ami szintén mindenkinek alaktól, kortól függetlenül ajánlott. Befejezésül pedig hadd kívánjak a kedves nézőknek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket egy koktéllal. Egészségünkre. Az ünnepeknek megvan az a veszélye, hogy a sok-sok finomságból többet teszünk a kelleténél. Sajnos ez plusz kilók formájában nyomot hagy rajtunk. Hogyan szabaduljunk meg a felszedett 1-2 kilótól? Erről kérdezem Csere Erzsébet fitnessedzőt. A zsírpárnáktól való megszabadulás leghatásosabb és legegészségesebb módja a megfelelő táplálkozással összehangolt rendszeres testmozgás. E célt szolgálják az emésztőcsoportos aerobik foglalkozások, valamint a különböző kardiogépeken végzett gyakorlatok,
Ilyenek például a biciklizés, taposás, kerékpározás. Ugyanis egy tévhitet szeretnék mindenképpen eloszlatni. Önmagában egy súlyzós erősítő edzéssel nem érünk el olyan hatékony zsírégető hatást, mint hogyha a szívtüdő és a keringési rendszert fejlesztenünk. Tehát a rendszeres állóképességi tréningek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő cél elérjük. A zsírégető edzésnél nagyon fontos, hogy az időtartam legalább 60 és 90 percen belül történjen, közepes intenzitású aerob tréninget kell végezni, ahhoz, hogy megfelelően beinduljon az edzés során a zsírégetés. Körülbelül egy megfelelő intenzitású zsírégető edzés alkalmával 6-700 kalória energiától tudunk megszabadulni, és nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy ennek körülbelül 50%-a a zsírsavak bontásából származik. A zsíregető edzésnél még annyit szeretnék elmondani, hogy az edzés során elvesztett ásványisókat és egyéb nyomelemeket rendszeresen, tehát folyamatosan már az edzés során vissza kell pótolni, tehát körülbelül egy 60 perces aerob tréning során már egy olyan 10-15 percenként 1 deci ásványvizet vissza kell pótolni, majd az edzés során pedig 2/3 rész ásványvíz és 1/3 rész gyümölcslével szoktuk pótolni az elveszített ásványi anyagokat és sókat. Ellátogatunk egy ortopéd orvoshoz. Hány éves korban alakulhat ki luttal? Már kisgyermekkortól, miután a gyermekek felállnak, tehát elkezdenek járni, 1-2 éves kor után alakul ki a lábboltozatuk, és ezt követően lehet luttalkuk. Már a 10 éves gyermekek 4%-ánál megfigyelhető a luttalk. Legtöbbször
úgy alakul ki, hogy a láb boltozatát tartó elemek, a szalagok, az izületítók nem bírják a test súlyának a nyomóerejét ellensúlyozni, és ettől megnyúlnak és kialakul aludtabb. Ennek oka lehet a testsúlynak a növekedése, vagy valamilyen kötőszöveti betegség, szalaglazaság. Ilyenkor a sarokcsont kifelé dől, a belboka és az ugrócsont befelé és lefelé fordul, és ettől lesz a kifelé álló sarka a gyerekeknek. Ebben az állapotban inkább a lábszárfájdalmáról panaszkodnak. Fáradékonyabbak, esténként szokták azt mondani, hogy anya, nyomkodd meg a lábszáramat. Később, serdülőkorban már megpróbálják a luttalpukat korrigálni lábizomzattal, a szalagos lazaságot, ez már fájdalmat okoz, felnőtt korban pedig a szalagok zsugorodnak, és már korrigálhatatlanná válik a luttal, tehát merev luttalp alakul ki. Melyek azok az elváltozások a felnőtt lábon, melyek a luttalp következményei? A bütyök, amit legtöbbször népnyelven hallunk, és a kalapácsúj. Nem a hozboltozat, hanem a harántboltozat süllyedésnek a következménye, és hajlamosít rá a szűkebb cipő a nőknél. Ilyenkor a lábközépcsont a test középvonala felé mozdul el, és megváltozik a lábizmoknak, az inaknak a húzó ereje is, és ettől szélesebbé válik a lábfej, a cipő nyomására pedig egy nyáktömlő gyulladás alakul ki, a nyáktömlő gyulladás alatt pedig egy plusz csont felrakódás lesz a lábközépcsont fejecsén, és ez alkotja a bütyköt. Hogyan előzhető meg ez az elváltozás? Már a gyermekkorban kialakult luttalpnak a korrigációjával, kisgyermekkorban csak sarokékkel, amikor a sarok kifelé dől, egy sarokékkel korrigálni a sarokdőlését, és lábtornával a gyermeket lábujjhegyen, sarkon, külső talpjel eljáratni, lábujjaival felszedetni ceruzákat, játékokat a földről. Serdülőkorban luttalpbetéttel, szintén lábtornával, de akkor már nehezebb. Ha fájdalmas luttalpról van szó, akkor altatásban bemozgatással, felnőtt korban pedig már luttalp mellett műtéttel. Gyakran előfordul, hogyha a hölgyek nagyon kiöltöznek és elegánsabb cipőt viselnek, magasabb sarokkal, vékonyabb talppal, akkor este, amikor levetik, akkor nagyon fáj a talpuk. Miért van ez? Szintén a harántboltozat süllyedés következtében kialakuló idegfájdalomról van szó. Ilyenkor a lábközépcsontok közt haladó ujjakat ellátó idegen fájdalmas megvastagodás képződik, és járáskor kifejezett fájdalmat okoz a talpi felszínen. Vizsgálattal ilyenkor a láb összenyomására oldalról, illetve a talpi felszínt megnyomva a lábközépcsontok közt kifejezett fájdalmat jelez a beteg. Ennek a terápiája is a luttalbetét hordása, illetve kényelmes cipő, ami a lábat kényelmesen szétterülni segíti, és nem szűken tartja összenyomva. Mi az a kalapácsúj? A harántboltozat süllyedés következtében kialakult deformitás, legtöbbször a bütyökkel együtt szokott előfordulni. Ilyenkor az új, legtöbbször a kettes új hajlított helyzetben zsugorodik, és a lábháti oldalon a cipő nyomásának kitett helyen egy fájdalmas bőrkeményedés képződik, ez okozza legtöbbször a panaszt a betegeknek. Ezt is ki lehet védeni luttalbetét használatával, ha pedig kialakult, akkor csontos műtéttel az ujjat ki lehet egyenesíteni, és a fájdalmas bőrkeményedést meg lehet szüntetni. Ha cipőt vásárolunk, mire kell feltétlenül odafigyelnünk, hogy ez kényelmes legyen, és a legjobb pozícióban legyen benne a lábunk? Legtöbbször arra kell figyelnünk, hogy olyan cipőnk legyen, széles legyen az orra, kényelmesen szét tudjon terülni benne a lábfejünk, mivel a nap folyamán
Reggel felkelve a legvékonyabb az egész lábfejünk, napközben kicsit duzzadtabbá, ödémásabbá válik a terhelés hatására, hogy legyen úgynevezett akció hossza a cipőnek, tehát tudjon benne mozogni a lábfej, és délutánra se legyen kényelmetlen és fájdalmas bent a lábunk, hátul legyen egy keményebb sarka, ami tartja a bokát, főleg gyermekeknél érdemes erre figyelni, hogy a sarok dőlését megakadályozzuk ezzel, és ha már van luttalpa a gyermeknek, vagy felnőtt korban, érdemes olyan cipőt választani, amiben luttalbetét van, vagy pedig, hogyha szükséges, a luttalbetétet bele lehessen tenni. Ellátogattunk a Turi György kereskedelmi szakközépiskolába, ahol olyan ételeket készítettek el, melyeket jó szívvel ajánlhatunk mindenkinek, akinek kisgyermeke van. Milyen az egészséges reggeli? Az egészséges reggelinek most már tartalmaznia kell a müzlit, ezért ma bemutatunk mi is egy granola keveréket. A müzlitől a gyerekek energiához jutnak, különböző tejtermékkel fogyaszthatják. A gyerekeknek az étkezésében elsődleges szerepet játszik a divat élelem, idézőjelbe téve. Itt gondolok a hamburgerre és a gyors büfékre. A hamburgerektől a gyerekek kalóriát kapnak, viszont a test és a szervezet számára fontos építőanyagokat nem tudják ezzel biztosítani, ezért nagyon fontos, hogy a szülők a reggeli és a vacsora biztosításánál, tehát a vacsora fogyasztásánál biztosítsák ezeket a tápanyagokat. Ezért a mai nap folyamán a müzli és a keverék mellé mi igyekeztünk egy zöldséggel, tejtermékkel kombinált reggelit bemutatni. A zöldségeknél a paradicsomot választottuk alapnak, amelyet egy hal pástétommal töltöttünk meg, illetve paprikát, amit sertésmájas keverékkel, krémmel kombinálva kínáltuk. A gyerekeknek nem olyan fontos az étkezés, mint nekünk felnőtteknek, ők jobban átsiklanak rajt, nincs idejük úgy étkezni, ahogy kellene. Ezért szemedgyönyörködtető díszítéssel és tálalással csábítóvá lehet a gyerekeknek varázsolni az étkezést, akár egy reggelit is. Ehhez a granola keverékhez most egy epres, epel darabokkal ízesített joghurtot ajánlunk. Ezt a kicsik, az óvodáskorúak előszeretettel fogyasztják, a nagyobbak, a fiúk viszont a kefirrel vagy a natur joghurttal fogyasztják ezt szívesen. Természetesen a reggelihez pirítóst, vajat is kínáltunk, és ami egyre elterjedtebb, illetve kellene, hogy elterjedjen, a reggelinél a narancslé, illetve gyümölcslevek fogyasztása. Miért van szükség a gyümölcslére a reggelinél? Hát a napi folyadék szükségletünk egy részét ezzel már biztosítjuk, illetve ha folyton teát iszik csak a gyerek, akkor az egy olyan egyoldalú táplálkozássá fog válni. Tehát fontos az, hogy változatos legyen. Nem beszélve róla, hogy a gyümölcslevek rengeteg vitamint tartalmaznak, ami elengedhetetlen a fejlődő szervezet számára. A paradicsomban lévő tonhal krém, az hogyan készült? Olyan krémeket választottunk, amit pillanatok alatt el lehet készíteni. A tonhal krémet már megvásároljuk a tonhalat konzerv formába, és ezt csak áttörjük. Vajat, sót, borsot keverünk hozzá, ezt simára kidolgozzuk, majd a kivájt, besózott paradicsomnak a belsejébe töltjük. Az elkészítési ideje 5-6 perc. A paprikába sertésmájkrémet töltöttünk, ami szintén megvásárolt konzervet vajjal, borssal és sóval kevertük ki. Ezt ízlés szerint lehet még finomra vágott snidlinggel, petrezselyen zölddel ízesíteni, illetve fűszerezni.
A granola, amit ma kínálunk, ezt nem készen vásároltuk, hanem különböző alapanyagokat vettünk meg hozzá, és ezt állítottuk össze. Az alapja a búza csíra. Ehhez adtunk olajos magvakat, diót, mogyorót, pisztáciát, illetve aszalt gyümölcsöt, mazsolát, és ezt az egészet mézzel kevertük össze. Ezután forró sütőbe beraktuk, hogy ez a méz egy kicsit karamellizálódjon az alapanyagokra, így ezáltal egy nagyon kellemes ízhatást érezhetünk. Vacsorára mit kínálhatunk a gyermekeknek, illetve a családnak? Gyorsan elkészíthető ételt választottunk vacsorára. Mindkettőnek az elkészítése ideje körülbelül fél óra. Az első étel a zöldség terrin. Ez egy nagyon könnyű tápláló étel. Az alapja kellvirág, karfiol, amit egy könnyű tejmártásba kevertünk, és párolt zöldségeket és karfiol darabkákat adtunk hozzá. Ezt egy nagyon könnyű kis sajtmártással kínáljuk. A másik étel, amit ajánlani szeretnék, pálmai kuglof néven szerepel. Ez egy rakott tészta, pálmai sonkával készített tészta. Azért esett erre a választás, mert a fiatal szervezet számára szénhidrátra, illetve a durum tésztából készült, durum lisztből készült tésztára is szüksége van, és akinek nagyobb a kalória igénye, az ő számára lehet, hogy nem lesz elegendő egy terrin, ezért gondoltunk tartalmasabb vacsorára is. A pálmai kuglof készítése, a durum tésztát kifőztük, szintén egy könnyű besamel mártásba, tejmártásba forgattuk, hozzáadtuk a darált sonkát, pálmai sonkát, majd az egészet egy laza tojáshabos lazítással lazítottuk, és ezután készre sütöttük. Ezt egy nagyon könnyű tejszínes mártással, paraj mártással díszítve tálaljuk.